Az utolsó öt mérkőzésen mind a Fehérmeze ZTE, mind pedig a Cigánt csapata egyaránt két győzelmet, két döntetlent és egy vereséget könyvelhetett el. Ám előtte az alaiak jóval eredményesebbek voltak, így az Ete a negyedik, míg a vendégek a 18. helyről várták a találkozót. Csató Sándor az egerszegiek mestere négy támadót küldött a pályára, ezzel is jelezve, hogy ezen a meccsen csakis a győzelem elfogadható. Már a negyedik percben veszélyeztettek a hazaiak. Babati beadása után Bobál csúsztatott, de Raduku a gólvonal környékéről kivágta a labdát. A 15. percben a vendégek is közel jártak a gólhoz. Balog ívelte vissza a védők mögé a labdát, a lesgyanús helyzetben lévő Popescu pedig egyből tüzelt, de Szappanos kiütötte a játékszert. A 20. percben aztán az ETL megszerezte a vezetést. Egy előrevágott labdát Jakab az alapvonal mellől húzott vissza, Bobál belekotort középen, ezzel megzavarta Egyedet, így a labda végül becsorgott a hosszú sarokba. 1-0. Két perc múlva ismét Bobál kapott labdát, ezúttal azonban visszagurított az érkező Daru elé, aki végül mellé lőtt. A 25. percben Babati szöktette Bobált a 16-oson belül, aki Daruval játszott össze, a tavalyi gólkirály lövését azonban a rövid saroknál szögletre ütötte Egyed. Tovább nyomott az Ete, egyértelműen a hazaiak irányították a játékot. A 27. percben Bobál passzolt Patvaroshoz, a középpályás pedig 16 méterről alig lőtt mellé. A Cigánt csak ritkán jutott lehetőséghez, a hazaiak birtokolták többet a labdát, és veszélyesebbek is voltak. A félidő utolsó negyed órájában is megmaradt az alai fölény, ám ez komoly helyzetekben már nem mutatkozott meg, így a szünetre 1-0-ás egerszegi vezetéssel vonulhattak a csapatok. A fordulás után nagyobb erőket mozgósított a vendég együttes. Bátrabban támadtak és labdabirtoklásban is sokat javultak. Az első helyzet mégis a hazaiak előtt adódott. Babati baloldali beadása után Bobál nagy helyzetben estében fölé lőtt. Az 54. percben aztán majdnem egyenlített a Cigánd. Katona eresztett meg egy kemény lövést 16-ról, Szappanos kezéből kiperdült a labda, de a kapus a gólvonal előtt még utolérte és menteni tudott. A 61. percben Balog adott be jobb oldalról, középen Popescu emelkedett, de fejese centikkel célt tévesztett. Ezek a helyzetek még tovább fokozták a vendégek játékkedvét, a mezőnyben teljesen egyenrangú ellenfelei lettek az Etének. Az erőfeszítéseket aztán a 67. percben már siker koronázta. Az egy perccel korábban beállt Rosszel, 25 méterről fordulásból óriási gólt ragasztott Szappanos hálójába. 1-1. Némileg váratlanul, de nem érdemtelenül egyenlített a Cigánd. A bekapott gól felébresztette a kékfehéreket is, és 4 percen belül vissza is vették a vezetést. Babati ívelt át a hosszú oldalra egy szabadrugást, amire Bobál érkezett, és a kapufát érintve szép gólt fejelt a bal sarokba, 2-1. A 77. percben Jakab tekert be, Forgács pedig kapásból nagy erővel nem sokkal lőtt mellé. A 85. percben aztán úgy tűnt, hogy megpecsételődik a Cigándiak sorsa. Csicsvári talpalta le Bobált, majd reklamált egy keveset. Németh Ádám játékvezető ezt sárga lappal jutalmazta, és mivel a védőnek már volt egy, így a kiállítás sorsára jutott. A 91. percben végleg eldönthette volna a mérkőzést az ETE. Bobál a saját térfeléről egyedül iramodhatott a vendégkapu felé, ám beérték, de még így is el tudta juttatni Ágostonhoz a labdát, a fiatal játékos azonban zicserben egyet belőtt. A 93. percben egy szöglet után még egyenlíthetett volna a Cigánd, de Raduku fejesét Szappanos másodikra megfogta. Németh Ádám pedig már le is fújta a találkozót. Az ETE az összecsapás nagyobb részében jobban játszott, de a vendégek főleg a második játékrészben megnehezítették a kékfehérek dolgát. Ennek ellenére az alaegerszeg 2-1-es győzelme megérdemeltnek mondható.